Megkezdődött a Nagy Boldog Asszony kegytemplom tető szerkezetének felújítása. A munkák kivitelezését a Tremen Kft. Nyerte el az Egyházmegyétől. A Kft. Vezetése a munkákba elsősorban ercsi alvállalkozókat vont be, kivéve az olyan speciális feladatok elvégzését, mint például a faszerkezetek gombásodás elleni védelme. Ezen a templomon jelen pillanatban az elsődleges szempont az, hogy megállítjuk az épületnek az ázását, ami gyakorlatilag egy héjazatsere, egy teljesen új héjazatot kap, illetve még mellette végzünk a toronyszintekben fa anyag felújítási, illetve javítási munkákat, és a villámvédelem lesz megoldva egy esztétikusabb, rejtettebb kivitelben. Milyen nehézségei voltak a munkának, ez az épület elég öreg? Így van, nagyon komoly szakvélemények előzték meg magát a munkakezdést. Elsősorban faanyagvédelmi szakértők járták be a templomot. Nagyon korrekt tervek készültek, és viszonylag pontosan lehet dolgozni. Gyakorlatilag a nagy magasság az, ami nehezíti a munkát, illetve rendkívül nagy odafigyelést igényel, és az időjárás. Kicsit későn kezdtük, ugye augusztus 20-a után, és ezért most nagyon oda kell figyelni az időjárásra, hogy a templom véletlenül sem ázzon be, mert a meglévő freskók állapota az így is rossz, ugye nem szeretnénk, hogyha még rosszabb legyen. Nyilván ez egy műemlék, egy templom. Milyen feltételek mellett lehet ezt a munkát végezni? Milyen kitételei voltak a műemlékvédelmi hivatalnak? Különleges feltétele az volt, hogy a felújítandó villámvédelmet most már rejtett kivitelben kell kiépíteni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tetőfedés alatt lesz lehozva az a vezetékrendszer, ami majd levezeti esetlegesen a villámot, illetve nem engedtek hagyományos, egyszerű gyártói hófogókat beépíteni, hanem ilyen díszesebb, leveles hófogókat kérnek a cseréfedésre. Egyéb tekintetben a tetővel kapcsolatban nem volt megkötése a műemlékfelügyeletnek, ugyanis maga a tetőszerkezet az a háború előtt felett újítva, a háború alatt kapott néhány belövés, de jó állapotú, viszont az már nem számít műemléknek. A falak, a torony részek igen, de maga ez a tető már nem. Milyen költségvetésből dolgoznak? Az Egyház megye, illetve az ercsi egyház község közös pályázatával ez a tetőfelújítási munka most nettó összegben kb. 27 millió forint. Maguk a tervek azok vonatkoznak a teljes homlokzat felújításra is, ez valószínűleg későbbi ütemben fog megtörténni. Itt már komolyabb műemlékvédelmi előírások lesznek, speciális anyagokkal kell dolgozni, megoldják majd később a templomnak a vizesedését, az egész bástyát fel akarják újítani, tehát a bástyarendszer térkővel, illetve a homlokzatnak is az eredeti állapotokat próbálják majd visszaállítani, de ez egy későbbi ütem lesz. Mi a határideje a munkáknak? Augusztus 21-ével kezdtünk, elvileg 90 nap, tehát mi november 20-ára szeretnénk kész lenni. A munkálatok mennyiben zavarják a híveket? Vasárnap egyébként sem dolgozunk, a szerda és a pénteki mise alatt pedig megállítjuk addig a munkát. Tehát szerintem nagyon nem zavarja. Az építők a teljes tetőszerkezethez mintegy 32 000 darab cserepet használnak majd fel.